Jelentős bevételi forrást jelenthet az alapítványok civil szervezetek számára az adó 1%. Magánszemélyként a megfizetett adó 1%-a felajánlható egy regisztrált civil szervezetnek, további 1% pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. Ez 2019-ben a Nemzeti Tehetségprogram. A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján 911 oldalon összesen 30.039 alapítvány közül választhatják ki az adófizető állampolgárok, hogy hova utalják az 1%-ot. Erről legkésőbb 2019. május 20-áig dönthetnek. Egy ilyen szervezetnek elsősorban az a célja egy közfinanszírozott intézményben, hogy a finanszírozással hivatalosan nem fedezhető költségeket tudjuk valamilyen módon kezelni. Ebben az esetben is, jelen esetben is ez volt az elsődleges cél, és mind a mai napig tulajdonképpen ennek jegyében dolgozik az alapítványunk. Bár magas költségvetésből dolgozik a kórház, mégis nehéz kigazdálkodni olyan hétköznapi dolgokra a fedezetet, amire a hétköznapokban nagy szükség van. Ilyen például egy irodai szék, vagy elegendő mikróbiztosítása a betegek számára, esetleg egy klíma beszerzése. Egy másik kiadás, amire nagy hangsúlyt fektet az alapítvány, az a szakdolgozók és az orvosok tudományos munkájának, illetve szakmai fejlődésének támogatása. Ezeket nincs lehetőség a közvetlen költségvetési forrásokból fedezni. Az alapítvány támogatásokból tudja fedezni az eszközbeszerzést. Tavaly a Cantemus Kórus Fesztivál hangversenyén kapott, 700.000 forintból audiométert vásároltak. Nyíregyháza város báljának tombola bevételéből pedig 2 millió forint értékben 10 darab egyedi fejlesztés jutolókocsit vásároltak. Az alapítvány már 6 éve a felajánlott adó 1%-ot is fogadja. Ez egészen a tavalyi évig egy minimális bevételt jelentett. A tavalyi évben 1 millió forintot kaptunk ezen az úton, ami már egy sokkal szebben csengő összeg, és úgy gondolom, hogy akkor ezen az úton szeretnénk tovább haladni. Azt el lehet-e mondani, hogy milyen arányban vannak az anyagi támogatások, illetve gondolom, hogy itt azért tárgyi adományokra is gondolhatunk, tehát ez a két fél lehetőség. Igen, lehet tárgyi adományokra is. Az utóbbi időben gyakrabbá vált a pénzbeli támogatás, és ebből úgy lesz tárgyi adomány, hogy konkrétan az adományozó az esetek többségében meghatározza, hogy mire fordítsuk. És ekkor az alapítvány vásárolja meg azt az eszközt, amit az adományozó szánt az adományozott osztálynak, részlegnek, egységnek. Magyarországon 1996 óta van lehetőségük rendelkezni a személyi jövedelemadó 1%-ról, azaz az 1+1%-ról. Természetesen ez csak lehetőség. A központi költségvetés elkülönítve tartja nyilván a személyi jövedelemadó 1+1%-át. Tehát a befizetett adónk ezen részével gyakorlatilag nem számol a költségvetés. Az adó 1%-áról azonban általában csak az adózók fele rendelkezik. A törvények szerint a fel nem ajánlott, elkülönített számlán szereplő 1%-os összegeket különböző pályázatok finanszírozására fordítja az állam, de arról már az illetékes minisztérium dönt, hogy pontosan milyen tevékenységre, milyen fejlesztésre vagy egyéb célra írja ki a pályázatot. Így tehát csak azon adózók döntenek közvetlenül arról, hogy mire fordítják adójuk egy részét, akik kitöltik a rendelkező nyilatkozatot, és ezzel pontosan megnevezik, hogy mely szervezetet, illetve egyház tevékenységével értenek egyet.